Köszöntöm Önöket, ez az ATV híradója, Holló Márta vagyok. Ma kiderül, Düllőre tud-e jutni a főváros és a kormány a Fudan Egyetem tervei kapcsán, megkezdődött az egyeztetés. 38 elhunytat és 426 új fertőzöttet jelentettek az elmúlt 24 órában, szakértők továbbra is óvatosságra intenek. Anyagilag is megterhelte a magyarokat a pandémia, 2,5 millióan élnek rosszabbul, mint a járvány előtt. Palkovics László innovációs és technológiai miniszterrel egyeztet a kínai egyetemről Karácsony Gergely főpolgármester és Baranyi Krisztina Ferencváros polgármestere. A megbeszélés 10 órakor kezdődött, és adásunkkal egy időben még mindig tart. Palkovics László múlt héten hívta megbeszélésre Karácsony Gergelyt és Baranyi Krisztinát. A miniszteren akkor azt közölte, hogy teljes körű tájékoztatást ad majd a politikusoknak a diákváros projekt megvalósításáról és a Fudan Egyetem elhelyezéséről. A néhány napja megjelent törvényjavaslatból annyi már kiderült, hogy lényegében helyet cserélne egymással a diákváros és a Fudan Egyetem. A diákváros egy jóval kisebb mellékprojektként valósulna meg. A mai egyeztetés eredményéről későbbi kiadásainkban részletesen beszámolunk majd. A héten dönthet a parlament a veszélyhelyzet meghosszabbításáról. Az országgyűlés 5 napos üléssel folytatja a munkát, a koronavírus törvény hatájának meghosszabbításáról holnap szavazhatnak a képviselők. Ezen a héten kezdődik a jövő évi költségvetés vitája is az országgyűlésben, emellett tárgyalnak a paksi atomerőmű bővítéséhez felvett hitel folyósításának módosításáról is. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége azt kéri az országgyűlési képviselőktől, hogy ne támogassák az önkormányzati lakások kötelező eladásáról szóló javaslatot. Böröc Lászlót, az indítvány előterjesztőjét pedig annak visszavonására szólítják fel. Az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága ma délelőtt tárgyal a kérdésről. A szövetség egyúttal azt is kezdeményezi, hogy az elmélyülő lakhatási válság felszámolása érdekében a kormány mielőbb indítson bérlakásépítési programot, és ebbe vonja be az önkormányzatokat. Rendező, közgazdász, polgármester és fodrász is van a Karácsony Gergely által szombaton bejelentett 99 mozgalom alapítóinak listáján. A miniszterelnök jelölt szerint a mozgalomhoz bárki csatlakozhat, aki híve és támogatója a változásnak. Az alapítók között van Jordán Tamás és Bot Péter Rákos is, akik híradóknak azt mondták, hogy mindketten meghívásra mondtak igent. A Republikon Alapítvány elnöke szerint ez a mozgalom egy összefogási lehetőség azoknak, akik kiábrándultak a politikából. Szükségünk van a közös ügyeinkben együtt gondolkodó és együtt cselekvő közösségekre. Ilyen rendhagyó időkben rendhagyó közösségekre is. Karácsony Gergely ennek jegyében hívta életre a 99 mozgalmat. A miniszterelnök jelölt programját ismertetve azt mondta, a mozgalomhoz bárki csatlakozhat, aki a változás híve és támogatója. Ez a mozgalom nem a pártok helyett, hanem a pártok mellett akarja szolgálni a változás Magyarországon. Mert kedves barátaim, vannak időszakok, amikor nyilvánvalóan válik, hogy a sorsunk milyen hatalmas mértékben múlik a közös dolgainkon. A mozgalom honlapja szerint az alapítók között van színész, fizikus, polgármester, fodrász és devizahitelkárosult is. A listán olyan nevek is megtalálhatók, mint Balázs Péter, Ferge Zsuzsa vagy Osvárt Andrea. Jordán Tamás is az alapítók között van. Miután megkeresték, úgy döntött, csatlakozik. Szerinte nehézséget jelenthet majd, hogy a nép nagy része jelenleg nem kap elég információt. Diadalmenet. Minden hírközlés, és nem jut el hozzájuk az, hogy milyen bajok vannak, milyen mély szegénység van, milyen nyomor van, milyen elégedetlenség, és hát főleg nincsenek tájékoztatva a leglényegesebb dolgokról, hogy Magyarország tulajdonképpen hogy áll a világban, gazdaságilag, erkölcsileg, társadalmilag. Bot Péter Ákos neve is szerepel a listán, ő is megkeresésre mondott igent. Abban maradtunk, hogy amikor ez megengedi a helyzet és a lehetőség, akkor személyesen is találkozunk, és megnézzük, hogy mi, akik a nevünket adjuk, és hát nyilván az életpályánkon keresztül tudunk talán tanácsot is adni, mit mondhatunk neki abban a szituációban, abban a helyzetben, amiben ő majd kiáll a közönség elé. Újhelyi István, az MSZP-EP képviselője közleményben tudatta, hogy csatlakozik a mozgalomhoz, mert, mint írta, olyan Magyarországot akar, ahol nem egy 1%-nyi kiváltságos elit ural mindent. Szerintem az ellenzék... Korábban az Inforádióban a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatója beszélt a választásokról,
illetve arról, mit tehet az ellenzék a győzelemért. Az igazi kérdés itt ugye az lesz, hogy a legfontosabb lépést, a végső lépést, ami egyébként jelzem nem egy nagyon megszokott lépés, tehát hogy a választáson akár mint egy közös választási párt induljanak, hogy ezt a lépést meg fogja-e tenni. A Republikon alapítvány elnöke ezt nem tartja valószínűnek, szerinte ugyanis ez nem válthatná ki a hat párt szövetségét. Most Magyarországon kell egy ennél szélesebb összefogás azok részéről, akik kiábrándultak a politikából, többek között azért, mert az Orbán-féle világot nem akarják a továbbiakban, és erre kínál most szerintem egy átmeneti lehetőséget ez a 99 mozgalom. Horn Gábor szerint ráadásul a több párti kormányzás nem újszerű dolog. A világban van példa hasonlóra. Egy karácsonypárt alapjait rakná le a hétvégén bejelentett 99 mozgalommal Karácsony Gergely, írja a Népszava. A lap szerint a mozgalom létrehozásának hírével egyes ellenzéki politikus társait is meglepte a főpolgármester. Egy név nélkül nyilatkozó DK-s képviselő az újságnak azt mondta, nem gondolta volna, hogy Karácsony Gergely ilyen hamar kidobja az ablakon az MSZP-t és a Párbeszédet. Hozzátette, a 99 mozgalom megalapításának hátterében az állhat, hogy a főpolgármester felismerte, a bizonytalanok között is vannak támogatói, szavazóit azonban az MSZP-vel és a Párbeszéddel a háta mögött nem sikerülne egységesítenie. Nem kell éles konfliktusokra számítani az ellenzéki összefogás pártjai között Böcskei Balázs szerint, mert az elmúlt években megtanulták az együttműködés szükségszerű konstrukcióját, és kevés az olyan ügy, amiben ne értenének egyet. Másképp gondolja Deák Dániel, aki szerint a nemzetközi példák azt mutatják, hogy a sokpárti koalíciók hosszú ideig nem működőképesek. Példaként Szlovákiát hozta, ahol egy év után alakult ki kormányválság, a miniszterelnök lemondott és pénzügyminiszterként folytatta tovább. És egy olyan országot teremtenénk, ahol... Október 10-én lesz meg az ellenzék miniszterelnök jelöltje. Addig annak az öt politikusnak, akik indulnak a posztért, két fordulóban kell megmérettetniük magukat. Az első forduló szeptember 18 és 26-a között, a második pedig október 4 és 10-e között lesz. Szeptember 18-ig a jelöltek aláírásokat gyűjtenek. Az egyetlen nő közöttük Dobrev Klára, a DK EP képviselőjének egyik legfontosabb célja, hogy Magyarországon egy új európai köztársaság korszaka köszöntsön be. Fekete Győr András a Momentum miniszterelnök jelöltje szerint a rendszer szintű változásra bátor, innovatív, ambíciózus célokra van szükség, hogy felépítsék az új Magyarországot. A Jobbik miniszterelnök jelöltje Jakab Péter pedig azt mondja, jólétet minden magyarnak. Karácsony Gergely a Párbeszéd jelöltje, életre hívta a 99 mozgalmat, amelyben, ahogy fogalmazott, meg kell állítani a fékeit és ellensúlyait vesztett kiváltságos 1%-ot. Márki-Zay Pétert pedig a Mindenki Magyarországa mozgalom indította, jelmondata, a tolvajok börtönbe mennek, de mi jó, azt megtartjuk. A kérdés, hogy miként tudnak majd úgy kampányolni, hogy a végén egységesen állhassanak be a pártok a győztes miniszterelnök jelölt mögé. Böcskei Balázs szerint kevés éles konfliktusra lehet számítani, ugyanis visszaesett azoknak az ügyeknek a száma, ahol éles különbség van a pártok között. Hogy nagyon szorosra vált az ellenzéki együttműködés, ennek következtében ezeknek az ügyeknek a felemlegetése, felszírehozása nem képezheti tárgyát a politikának. Másodszorban pedig az elmúlt másfél évben most már egy olyan önkormányzati koalíciós együttműködésben vannak a felek, amikor sokkal inkább az együttműködésre, illetve a közös kormányzásra, koalíciós gondolkodásra került a kulturális és a mindennapi tervezésnek a hangsúlya. A 21. század intézet vezető elemzője másképp gondolja. Deák Dániel szerint több vitás kérdés is van, például a határon túli magyarok szavazati joga, vagy az LMBTQ jogoknak a kérdése. Kérdés az, hogy a hatalom megszerzése az, hogy választási győzelmet érjenek el, az mindent felülíre, vagy ezek a vitás kérdések azért kibuknak. Kérdés lehet az is, hogy az összefogáson kívüli kétfarkú kutyapárt szavazói hogy alakítják a helyzetet. Deák Dániel úgy véli, kockázatot jelenthetnek az ilyen formációk. Böcskei Balázs viszont azt is el tudja képzelni, hogy ha azok, akik a kutyapártra szavaznak, azt látják, hogy az ellenzéknek van esélye 22-ben, akkor ők is az összefogásra voksolnak. Ombudsmani állásfoglalást és átfogó vizsgálatot sürget Szél Bernadett a fél éve tartott gyülekezési tilalom miatt. A független parlamenti képviselő azért fordult az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosához, mert szerinte alkotmányellenes, hogy megszakításokkal, majdnem egy éve még a járványbiztos gyülekezést is szigorúan tiltja a veszélyhelyzeti rendelet.
Miközben a kormány egymás után hoz széleskörű társadalmi és politikai vitát igénylő törvényeket az egészségügyről és a felsőoktatásról, az állampolgároknak nincs lehetőségük kifejezni a véleményüket, mutat rá Szél Bernadett. Minden negyedik ember bevétele csökkent a járvány miatt, derül ki a Publikus Intézet felméréséből, amit a Népszava megbízásából készítettek. A kutatás szerint a megkérdezettek 25%-a kevesebb pénzből gazdálkodik, mint a járvány előtt, 8%-uknak pedig sokkal kevesebb lett a bevétele. A kormánypárti szavazók kevésbé éreznek anyagi nehézséget, az ellenzéki szavazótáborban viszont 50% feletti azoknak az aránya, akik rosszabbul élnek a járvány előtti szintnél. Szlávik János szerint el kell érni az 5-6 millió beoltottat ahhoz, hogy ne kezdjenek el ismét romlani a járványadatok. Az infektológus szerint a 16-18 éves korosztály oltási hajlandósága bizakodásra adhat okot, több mint felük ugyanis regisztrált az oltásra. Az elmúlt 24 órában 426 új fertőzöttet regisztráltak, elhunyt 38 beteg. Az oltás első dózisát eddig 4 millió 639 ezeren kapták meg. Hétfőtől a Magyarország területén kívül élő magyarok is regisztrálhatnak az oltásra. Erről beszélt a miniszterelnök pénteki rádió interjújában. Ha valaki a világ bármely pontján, Tűzföldtől vagy Patagóniától Csíkszeredáig szeretné beoltatni magát, de ott, ahol él, nem tudja, vagy jobban bízik Magyarországban, akkor jöjjön ide hozzánk, regisztráljon az erre a célra kijelölt felületen, informatikai felületen, időpontot és helyszínt fog kapni, ide jön és megkapja az oltást. Több mint 4 millió 600 ezeren már megkapták az első vakcinát. Galgóci Ágnes tájékoztatása szerint a 16-18 évesek több mint 50%-a regisztrált az oltásra. Szlávik János szerint azonban ez még nem elég. Arra kérte a fiatalokat, hogy még többen jelentkezzenek. Még több embernek kell beoltatnia magát, még több embernek kell regisztrálni, és úgy látom, hogy a jelenlegi állapotban is az oltottság már valamilyen befolyással van a járványra. Látjuk azt, hogy a harmadik hullámnak lassan vége van, de addig nem lehetünk biztosak abban, hogy nem romlik a járványügyi helyzet, amíg nincsen legalább 5 vagy akár 6 millió ember beoltva. Azt is hozzátette, jelenleg 6 vakcinatípus közül lehet választani, orosz azonban hamarosan már nem fog érkezni. A várandósok és a kismamák esetében változik a protokoll. Ezentúl a második vakcinát a várandóság 36. hetéig be lehet adni. Falus Ferenc ezzel szemben azt mondja, elég egy vakcina a terhesség egész ideje alatt a védettség. Ha valaki terhes és várandós, akkor a várandósága alatt bármelyik időszakban megkaphatja az első oltást. Ez az első oltás mRNA-s típusú oltás legyen, mert erről van a legtöbb tapasztalat. És a második oltást azért kapja meg a szülést követő 2 héttel, mert a második oltásnál gyakoribbak a lázas szövődmények, és ezt akarjuk elkerülni. Ha valaki védőoltást kapott, akkor az ellenanyag teszttel az is ellenőrizhető, hogy az oltás hatására megfelelő a szervezetben az ellenanyag termelés. Abban elég nagy egyéni különbségek vannak, hogy mikor és milyen mértékű védettség alakul ki. Az első oltás után általában 3 hét körül lehet kimutatni már ellenanyagot, de a teljes védettség a második oltás után alakul ki általában 2-4 hét között. A szakértő hozzátette, csak a részletes laboratóriumi vizsgálat tudja megmutatni azt, hogy mennyi ellenanyag van az illető vérében. Volt, akinek több száz kilométert kellett utaznia, hogy beoltsák Pfizerrel, írja a Telex olvasói beszámolókra hivatkozva. A portálnak többen is arról beszéltek, hogy hiába kapták meg az SMS-t, hogy foglalhatnak Pfizerre, a lakóhelyük közelében nem volt elérhető a vakcina. Egy Pest megyei olvasó például egészen Békés megyéig utazott azért, hogy megkapja az oltást, de a portál szerint sokan mentek Budapestről Ceglidre és Gödöllőre is. A nyájimmunitás mindenképpen kialakul, de nem mindegy, hogy oltással vagy fertőzéssel szerezzük meg. Erről Rusvai Miklós beszélt a Startban. A virológus szerint az lenne a cél, hogy minél többen oltás révén szerezzék meg a védettséget, hiszen az olcsóbb, egyszerűbb és biztonságosabb megoldás az egészségügynek. Rusvai Miklós hozzátette, egyénfüggő, hogy az egyes vakcinák meddig védenek. 8 hónap körülbelül az, amit most úgy gondolunk, hogy védettséget ad. Lehet, hogy ez bizonyos vakcinák esetében, bizonyos emberek esetében hosszabb lesz, de ne felejtsük el, azért az immunitás az egyénfüggő.
A szülők akár kártyával is, a gyerekek viszont csak PCR-teszttel mehetnek külföldre. Jelenleg ugyan már 8 országban elfogadják a magyar védettségi igazolványt, azonban a családok kiskorú tagjai egyelőre csak néhány országba mehetnek teszt nélkül. A külgazdasági és külügyminisztérium kérdésünkre úgy fogalmazott, a többi ország esetében is dolgoznak azon, hogy a megállapodást teljes mértékben kiterjesszék a fiatalokra is. A prágai Károly híd, az isztambuli Ája Szófia, a Bledi tó vagy Isztria strandjai. Néhány hely, amelyeket a világjárvány ellenére a magyar védettségi igazolvánnyal már lehetséges látogatni. Ugyanakkor például a horvát utazások esetében kiderült. A védettségi igazolvány mellett be kell mutatni az oltást igazoló papírt is. Horvátország vonatkozásában azt tudom mondani, hogy a tapasztalatok szerint a horvát hatóságok a plastikkártya mellett elkérik a fehér oltási papírt is, amelyen rajta szerepel a két oltás dátuma, és a Horvátországba történő beutazás a második oltást követő 14. naptól lehetséges. Jelenleg Bahreinbe, Csehországba, Észak-Macedóniába, Horvátországba, Montenegróba, Szerbiába, Szlovéniába és Törökországba is lehet utazni a magyar védettségi igazolvánnyal. Görögországba az okirat hiteles fordítása is szükséges a belépéshez. Az viszont kérdéses, hogy az oltással még nem rendelkező gyerekek hogyan tudnak a szüleikkel együtt utazni az említett országokba. Görögország és Horvátország esetében a kisgyerekek, tehát a 10, illetőleg a 6 év alattiak, azok tudnak majd menni úgy, hogyha a szülők mehetnek, mert van védettségi igazolványuk, és igazolják azt, hogy lényegében ez már kialakult, tehát a második oltást követő megfelelő időszak is eltelt, akkor már fognak tudni menni a kisebb gyermekek. A nagyobb gyermekek, tehát a 10 év feletti gyermekek esetében ez még kérdéses. A konzuli szolgálat országonként közöl információkat a belépés körülményeiről. Eszerint Csehországba, Szlovéniába és Bahreinbe kell friss PCR-teszt a 18 éven alattiaknak is a belépéskor. Észak-Macedóniába, Szerbiába, valamint Törökországba szülői kíséret esetén nem szükséges a teszt a fiataloknál. A montenegrói utazáskor pedig 5 éves kor alatt szabad az út. Az utazási szakember szerint egyébként csak a nyár végén lehet majd nyüzsgő turista helyeket viszont látni. Külföldre reálisan júliusban, augusztusban fogunk tudni úgy utazni, hogy vélhetően már azért az enyhítések szinte mindenhol jelen lesznek. A szakújságíró úgy látja, a következő időszakban a várhatóan megemelkedő repülőjegyárak miatt az autós turizmus válhat elsődlegessé az utazók körében. Időközben kiderült, hogy Ausztria nem fogadja el a keleti vakcinákat. Akit kínai vagy orosz oltóanyaggal oltottak, annak 72 óránál nem régebbi negatív PCR-tesztre, vagy 3 hónapnál nem régebbi antitesttesztre lesz szüksége a beutazáshoz. Enyhül a járvány Németországban, ahol megnyitottak a kempingek és a vendéglátóhelyek. Barcelonában ezrek buliztak az érvényben lévő korlátozások ellenére. Indiában tombol a járvány második hulláma, közben pedig hiány van a hazai gyártású oltóanyagból. Ezrek buliztak szombat éjjel Barcelona központjában. A spanyol kormány múlt vasárnap vetett véget a 6 hónapos egészségügyi vészhelyzetnek, bár több korlátozás megmaradt. Feloszlattuk a tömeget Elbor negyedben, a Lluís Companys sétányról pedig 1000 embert tessékeltünk ki a rendőrség segítségével. A tengerpartról mintegy 2000 embert távolítottunk el, akik nem tartották meg a megfelelő távolságot, mondta a városi őrség őrnagya. A járványügyi mutatók javulásával nyitnak a kempingek és a vendéglátóhelyek Németországban. Biztosítanunk kell, hogy az emberek megtartsák a megfelelő távolságot, főleg a zuhanyzókban, a helyeket pedig nem lehet teljesen feltölteni. Csak olyanok jöhetnek, akik teljesen be vannak oltva, vagy érvényes negatív tesztjük van, mondta egy münsteri kemping vezetője. A német hatóságok szerint az oltási kampány kiterjesztése miatt csökken drasztikusan a fertőzöttek száma. A tömeges oltástól remélik a járványhelyzet javulását Indiában is. A világ legnagyobb oltóanyaggyártójának számító országban azonban hiány van a hazai vakcinákból. Oroszországból már a második szállítmány érkezett a Sputnik V-ből. Az indiai rendőrség a Ganges mentén járőrözik. Eddig mintegy 2000 halottat emeltek ki a hinduizmus szent folyójából. Ezek az emberek valószínűleg koronavírusban haltak meg, ám a családjuk nem tudta kifizetni a hamvasztás költségeit. Ez
Izraeli katonai repülőgépek légicsapások tucatjait mérték már a Viradóra különböző célpontokra a gázai övezetben, miközben a területet uraló Hamász folytatta a rakéták kilövését. Szemtanúk szerint az izraeli hadsereg utakat, fegyveresek által használt épületeket és lakóházakat bombázott Gáza városában. Helyi médiajelentések szerint találat érte az áramhálózatot is. Izraeli tájékoztatás szerint terrorista célpontokat támadtak, miután nem sokkal éjfél után rakétákat lőttek ki Gázából Askelon városra. Benjamin Netanyahu miniszterelnök a biztonsági kabinet vasárnapi ülése után bejelentette, hogy a nemzetközi nyomás ellenére Izrael tovább folytatja a gázai övezetet uraló iszlamista szervezetek, elsősorban a Hamász elleni falak őrzője nevű hadműveletet. Szándékosan tesznek kárt a facsemetékben ismeretlenek Zamárdiban, gázolajjal és fűrésszel is írtják a fákat. Helyiek szerint a panorámájukat féltő környékbeli lakástulajdonosok állhatnak a háttérben. A képeken jól látszik, hogy valaki fűrésszel megvágta, majd gázolajjal leöntötte ezt a fát. Volt olyan facsemete, amit ketté vágtak, de olyan is, amit csak félig döntöttek ki. A helyiek szerint valaki az ott lakók közül tehette ezt, mondván, ha megnő, zavarni fogja a teraszról a panorámát. Nem tudom ezt elképzelni, hogy valaki itt lakik a Balatontól fél percre, nem képes lejönni a partra és onnan élvezni a kilátást. Valószínű... Biztos, hogy valaki a házból, ez egész biztos. Ebből a társasházból valakit nagyon zavar, mert mindenhol megvannak a fák, csak ezen a részen. Mi is itt lakunk, és mélységesen elítéljük, ami történt. Hornung Pálnak a Margó sétánytól nem messze van nyaralója. Látta a fákat, de fel sem merült benne, hogy valaki szándékosan károsítja a környezetet. Barbárság. Ennél nagyobb barbárságot nem tudok elképzelni, amikor mindnyájan, minden értelmes, írástudó ember azért küzd, hogy a környezetét hogyan, milyen módon, miként tudja megvédeni. Ennél nagyobb gaztettet nem tudok elképzelni, ez bűncselekmény egyébként is, és ezt nagyon szigorúan meg kell büntetni. Egy évvel ezelőtt is történt hasonló eset a környéken, akkor az újszülöttek ligetében öntött gázolajat valaki a fák tövére. Kerestük a település első emberét, de sem telefonon, sem pedig személyesen nem sikerült őt elérnünk. Azt szerettük volna megtudni, hogy tettek-e feljelentést, vagy indult-e esetleg büntető eljárás természetkárosítás miatt. Szalai Péter tudósította az ATV híradóját Zamárdiból. Két hete még csak feltételezték, most már bizonyíték is van rá, hogy medve jár a Börzsönyben. A börzsönyi természetvédők oldalára került fel egy kép az állatról, a fotót az egyik kameracsapda készítette. A természetvédők szerint egészséges, jól fejlett példányról van szó. A Bükki Nemzeti Park igazgatósága azt javasolja a kirándulóknak, hogy a kijelölt turista útvonalon haladjanak, kerüljék az átláthatatlan bozótosokat, és ne használjanak fejhallgatót. A híradó után következik a fórum, és Szlazsánszky Ferenc itt van már velünk, hogy elmondja a részleteket a mai témákat. Szervusz, Feri! Szervusz, Márti! Köszöntöm a kedves nézőket! Beszélgethetünk a bérlakások tervezett eladásáról. Sokak szerint ez keveseknek lesz hasznos, mások szerint viszont mindenki jó jár. Beszélhetünk arról, hogy Ausztria nem fogadja el az orosz és a kínai vakcinát, hanem külön teszteltetniük kell maguknak, akik oda mennének, vagy beszélhetünk arról is, hogy a Publicus mérése szerint a magyarok negyede most kevesebb pénzből kénytelen megélni, mint a járvány előtt. Úgyhogy ezekről vagy bármi egyébről beszélgethetünk. Köszönöm szépen. Hívják tehát Ferit, nézzenek bennünket ma egész nap, este pedig híradóval várjuk Önöket, addig is jó tévézést, viszontlátásra!